Sziasztok! Ez itt a Hiperkockának a 26. adása. Én Csebe Gábor vagyok, és itt van velem a stúdióban Csányi Lilla. Sziasztok! És Murányi Pál. Sziasztok! A mai adásban úgy döntöttünk, hogy a szerepjátékos vonalon próbálunk valamit összeokádni nektek, szépen kifejezve. És hát a... játék egyik sarkallatos pontjának számító dungeonöket vennénk górcső alá. A dungeon, hogyha valaki nem tudná, az eredetileg föld alatti börtönt, vagy hát ilyen kazamatát jelentett, és hát talán a Dungeons and Dragons névből is világos, hogy hát a szerepjátékokban már nagyon régóta komoly és kiemelt szerepet kap. Egy kicsit át is értékelődött a jelentése, mert hát úgy általánosságban a dungeon az egy olyan hely, ahova a karakterek lemennek, vagy hát elmennek, és ott valamiféle zár környezetben kihívásokba ütköznek, és végig kell haladniuk rajtuk, rendszerint valamiféle nagy végső próbával tudják csak újra elhagyni ezt a helyet. De nem kell feltétlenül ennek egy kazamatának lennie, lehet dungeon egy elátkozott erdő, egy börtönbolygó, vagy szinte akármi, ami a mesélő szerint egy megfelelő kihívás a játékosoknak. És itt jön mindjárt az első kérdés, hogy miért pont dungeon? Miért szeretjük annyira ezt a konstrukciót? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért lett ez ennyire nagy trópia a szerepjátéknak. Biztos benne van az is, hogy a legelső szerepjáték rögtön ezzel indított, hogy Dungeons and Dragons. Én azt gondolom, hogy maga a dungeon az egy vegytiszta képe, deriváltja magának a szerepjáték játék részének. Tehát a döntések, amiket a karakterek meghoznak, azok ott viszonylag egyszerűek, jobbra mész, balra mész, egyenesen mész, és amelyik irányba mennek, ott találkoznak valamiféle encounterrel, vagy valamiféle kihívással. Tehát a dungeonöket általában egy gráffal le is lehet rajzolni, és ez egy egyszerűsített verziója a szerepjátéknak, vagy mondhatnám talán úgy is, hogy eredetileg ez volt a koncepció, és ebből extrapolálták a szerepjáték többi részét a későbbiekben. Hát meg úgy általában a történetmesélésnek is egy ilyen leegyszerűsített íve. Van a bevezetés, ugye bemész valahogy, bejutsz a dungeonbe, ott történnek veled dolgok, van egy epikus végső csata, és akkor vagy meghaltok mind a francba, vagy hát happy ending. Hát az biztos, hogy egy nagyon nagy segítség a mesélőnek a dungeon, mert hát akármennyire is szeretjük mi is, meg hát úgy általában a szerepjáték kedvelői hangsúlyozni, hogy ez attól különleges ez a játék, hogy itt aztán tényleg mindent lehet. Az biztos, hogy a mesélőnek sokkal jobb, hogyha valamiben valamennyire tudja irányítani a történéseket. És ugye, hogyha a karakterek bent vannak egy dungeonben, ahol bizonyos szabályok szerint zajlanak a dolgok, akkor már is sokkal könnyebb dolga van a mesélőnek, mint hogyha a karakterek mennek össze-vissza a világba, ahová akarnak, és hát senkinek nem annyira jó, a karakterek egyszer csak előállnak egy olyan gondolata, hogy jó, akkor mi most hajóra ülünk, és elhajózunk az X-szigetre, és a mesélő az X-szigetről annyit tud, hogy az rajta van a térképen, mert rárajzolta, mert ott olyan üresnek tűnt a tenger, és tett rá két pálmafát, és hogyha a karakterek odahajóznak, akkor ő is néz butána meg, utána a karakterek is, amikor oda mennek, és lesz két pálmafa. Hát ezt próbáltam az előbb is mondani, hogy igazából maga a világ, a teljes elképzelt szerepjáték világ is egy nagy dungeon, és az vele a probléma a világban a sandbox játékkal, ahol a karakterek bárhova mehetnek, hogy általában a teljes világot nem tudod olyan szinten kidolgozni, mint egy dungeont.
és ez nehéz helyzetbe hozza a mesélőt, improvizációra kényszerít, és a többi. A dungeon egy nagyon behatárolt közeg, de nekem eszembe jutott egy másik dolog is, aminek a népszerűségét köszönheti, ez pedig a hangulati elem. Tehát, hogy itt a mesélőnek nem kell különösebben izzadnia azzal, hogy valami varázslatos helyszínt bemutat, és hogy a játékosok átérezzék annak a hangulatát. A dungeonről szerintem szinte mindenkinek a fejében ugyanazok a benyomások élnek. Egy sötét föld alatti labirintus tele veszélyekkel, és vízcsöpögés a háttérben, és bajós zajok minden sarok mögül. És csodálatos dolgok is, amik... Akár csodálatos dolgok is. Na most így, ha a karakterek lemennek egy ilyen kazamatába, akkor nem kell mást mondani, mint hogy lementetek egy kazamatába, és készen van a hangulat. Ami megkönnyíti a mesélőnek a dolgát, hogyha dungeont akar mesélni. Viszont beszéljünk... Bocsi, még egy dolog eszembe jutott, az viszont a játékosi oldalról. A dungeon nagyon sokszor lehetőséget ad arra, hogy a játékosok kiéljék magukat, vagyis hát kiéljék a karaktereiket, úgymond meg a karaktereiknek a képességeit. Mert a szerepjátékos világok, főleg, hogyha tényleg össze vannak rakva, és nem csak annyi van, hogy ültök a kocsmában, jön a nagyszakállú őszöreg, aki mondja, hogy már pedig ez a 37 ork, nagyon nagy galibát okozott, ott vannak kint azon a mezőn, menjetek oda és öljétek meg. Tehát, hogyha ennél már mondjuk a világleírás egy kicsit tovább lépett, akkor jó eséllyel a világban szintén mindenféle megkötések vannak a karakterekkel szemben, hogy ugye a városnak a főterén nem kezdünk el tűzgolyót lődözni, nem nyilazzuk le a városőröket, mert a csúnyát mondtak, meg egyebek, de viszont bejutottunk a dungeonbe, amit a gonosz xung-sang-xung puk-puk-puk csinált, és tele van mindenféle szörnyűséges szörnyel, meg rettenetes csapdával, amit direkt idehozott. Itt nagyjából ugye akkor mindent lehet. Mindenféle kihívások vannak, de ez azt is jelenti egyben, hogy a karakterek az összes übermenő képességüket, varázslatukat, varázstárgyukat mind bátran használhatják. Míg mondjuk az, hogy bementetek hirtelen göröngyösre, és... A kormányablakba. Igen, és ott van Marika néni, hát vele szemben nem annyira izgalmas kihasználni a sok különleges varázslatodat. Hogy... Hát ugyanennek a pozitív gondolatnak, amit elmondtál, a negatív oldala az, vagy hát mondhatjuk negatív oldalának, hogy nem szükséges a játékosoknak különösebben szerepet játszaniuk egy dungeonben. A dungeon az az akcióról és az akció kiéléséről szóló része a játéknak, ahol nem kell ilyen social interakciókkal foglalkozni általában, hanem a kockadobásoké, a logikai feladványoké és a térképrajzolásé a terep. Ez bizonyos játékosoknak könnyebbséget jelenthet, vagy egyszerűen csak egy kis fellélegzés egy intrikus kampányban, hogy jön egy kis akciórész. Hát illetve kezdőknek kedvet adhat a szerepjáték mélyebb. Igen, rétegeihez. Igen. A dungeon az a része a szerepjátéknak, ami leginkább emlékeztet egy táblás asztali társas játékra. Vagy egy számítógépes játékra. Vagy egy számítógépes játékra, illetve igen. Még a szerepjátéknál hozzá lehet tenni, hogy nagyon jó kis szerepjátékos segítség, pont azért, mert viszonylag kevés interaktolható személy van odalent, rendszerint a másik játékosok karakterei, és viszont sok érdekes dolog történik. És ugye történésekről beszélgetni könnyebb, mint mondjuk filozofálni. Tehát sokkal könnyebb elkezdeni szerepjátszani úgy, mármint a szószoros értelmében véve szerepjátszani, kijátszani a karakteredet, hogyha éppen támadott a sárkány, és akkor most meg kell beszélni in karakterben az, hogy mit csináljunk, hogyha visszajön a sárkány, mint hogyha, hát jó, beértetek a szép városnak a szép fogadójába, ott van a fogadós mosolyog, leültök egy asztalhoz, most beszélgessetek egy kicsit.
Igen. És így, hogy végigvettük a pozitívumait, hogy miért lett népszerű a Dungeon, én rögtön az első problémámat előhoznám vele. Ugye nagyon régen, több már 2,5 évtizede mesélek szerepjátékokat, és hát sok Dungeon-t meséltem életemben, több-kevesebb sikerrel. Ami a tapasztalatom az az, hogy a Dungeon-nek az előnye ugyanaz, mint a hátránya játékosi és mesélői szempontból, mégpedig a behatároltsága és egyszerűsége, aminek a nyomán előfordul az, hogy tapasztaltabb játékosok számára nagyon nehéz dungeon tervezni, dungeon csinálni, mert a dungeonben viszonylag megszámlálható kihívás és próbatétel várhatja egyáltalán a játékosokat. És ha a játékosok már mindet látták 10-szer más dungeonökben, akkor nem biztos, hogy túlságosan leköti a figyelmüket. Gábor, te jobban mesélsz Dungeon-t, mint én, neked mi erről a véleményed? Hát először is szerintem, ami nagyon fontos, és még bőven a dungeonben menés előtt, még az első játék alkalom előtt le kell szögezni a játékosoknak és a mesélőnek közösen, hogy milyen típusú játékot szeretnének játszani. És itt a nagyon-nagyon idézőjelbe tett realizmus az, ami egy sarkallatos pont. Nyilvánvalóan egy szerepjátékos ülés sosem lesz realisztikus, ez eleve, és nem azért, mert mondjuk sárkány van benne, hanem azért, mert ez eleve egy játék, és a játékban fontos, hogy folyamatosan kihívások legyenek. A való életben egy kalandor megőrülne, öngyilkos lenne nagyon hamar, mikor egy éven belül már a 475. életveszélyes szituációba keveredik, amit épp csak túlél. Tehát realisztikus nem lesz egy szerepjáték. Azt kell eldöntenünk az elején, hogy hol ne legyen realisztikus. Ugye a klasszikus dungeon a lehető legkevésbé realisztikus dolog. Tehát itt jött valaki, rendszerint egy nagy hatalmú varázsló, a nagy kedvenc ugye az őrült varázsló, mert az akkor van valamilyen magyarázat, aki hatalmas mennyiségű időt és energiát tölt abba, hogy létrehozzon egy valamilyen struktúrát, telerakja szörnyekkel, meg kihívásokkal, meg mágiával, de annak ellenére, hogy jó esélye lehetősége lett volna rá, nem csinálta meg úgy, hogy áthatolhatatlan legyen, hanem úgy csinálta meg, hogy pont folyamatosan nagyon nehéz legyen. És pont a karakterek számára. És pont a Tehát a karakterek számára. karaktereknél 5 szinttel magasabb emberek, azok már így vidáman pipázva végig sétálhatnának rajta, 3 szinttel alacsonyabbak, meg ott hagynák a fogukat. Illetve ugye ott van az a kérdés, amikor mondjuk van két mágia használó, meg három hentelős karakter, és akkor csak hentelésre van szükség, a mágia használók meg hátul malmoznak a sarokban. Tehát az is Hát fontos, ezek hogy az őrült varázslók, ezt mindig kivédték az ilyen problémákat, hogyha például nincs tolvaj a csapatban, akkor föltörendő zárak nem kerültek a dungeonbe. igen, de hogy ezt is fontos még ugye a játék előtt tisztázni, hogy ki milyen karaktert hoz, mert ha mindenki gyilkolászni akar, akkor nyilván nem ilyen mágikus, versolvasós, megfejtős puzzle-ökkel lesz tele a dungeon, kivéve, hogyha a mesélő azt akarja, hogy soha többet ne kelljen neki mesélnie. Hát igen, ez próbáltam egy kicsit ilyen nagyobb látószöge, hogy ugye az egyik megoldás az, hogy azt mondjuk, hogy mi szeretjük a dungeonöket, szeretjük ezt a kicsit számítógépes játékokra, kicsit táblás játékokra hajazó, ilyen kockadobálós, izgalmas, mozgalmas, hentelős, találós, kérdéses, csapdás dungeont. Ezt nekünk tetszik, és nem érdekel minket, hogy mennyire bődületesen irreális az, hogy mindenhol ilyenek vannak a világban, és hogy az ősmágus az arra tette föl azt, hogy valaki ne tudja elvinni a botját, hogy vajon valaki kitalálja a választ a találós kérdésre, aminek az a megfejtése, hogy hal.
Tehát, ugye nyilván ezek nonsz, de hogyha úgy döntünk az elején, hogy mi szeretjük ezt a stílust, akkor ilyen dungeon-öket kell csinálni, és ez ugye egy nagy könnyebbség, akkor felszabadul, akkor mindenki hallgatólagosan elfogadja, hogy ezzel az oldalával nem foglalkozunk a dolognak. Vannak dungeon-ök, a dungeon-ök ilyenek, legyenek minél izgisebbek. A másik megközelítés, hogy azt mondjuk, hogy erről az élményről teszünk le inkább, és legyen a lehetőségekhez képest realisztikus. Tehát rövid, egyszerű, úgymond dungeon-ök legyenek, de olyanok, amik hihetőek. Tehát egy mármint fantasy környezetben hihetőek, egy elsüllyedt kastély, egy valamiféle lezárt valóban börtön, és itt viszont akkor figyelni kell arra, hogy csak olyan lények legyenek benne, amik tényleg ott lehetnének, figyelni kell arra, hogy az alaprajza olyan legyen, mint ami valóban egy épület lehetett volna, és nem úgy, mint hogy valaki leült és elkezdett építeni egy dungeont. Mind a kettőnek megvannak a maga kis kihívásai. A jó dungeon első szabályának akkor szerintem lefektethetjük azt, hogy a játékosok igényeit és a karaktereiknek a képességeit figyelembe véve kell a mesélőnek megalkotni a dungeont. Az, amit elmondtál, Gábor, ez a kettős felosztás alapján, én azt mondanám, hogy a második nyomon haladjunk tovább, és arról beszélgessünk. Az elsőről ugyanis nem nagyon van feltétlenül mit beszélni. Ha az az igény minden oldalról, hogy táblás társas játékhoz hasonló dungeon legyen, és az izgalmak a realitás rovására mehetnek korlátlanul, akkor igazából vagy tudunk arról valamit bővebben mondani. Én nem szoktam ilyeneket mesélni. Azért gondoltam, hogy inkább a második vonalon mennék tovább. Hát igazából itt van az, ami itt tényleg akkor az első szabály az, ami mindent, aminek mindent ütnie kell. Amit itt ugye felhoztunk többen, ugye Lilla mondta, hogy ha mindenki hentelni akar a partiban, akkor a dungeonben erős szörnyeknek kell lenniük. Ha van tolvaj, akkor igenis a mesélő tegyen bele 42 különböző zárat, titkos ajtót, csapdát, hogy a tolvaj úgy érezze, hogy ő fontos. Ha van varázsló, akinek akkor meg kell nézni szépen a varázslat listáját, és próbáljunk meg kifejezetten olyan kihívásokat bepakolni, amit a varázsló meg tud oldani. Fontos, hogy mindenki úgy érezze, hogy az ő karaktere az előrejutásnak a kulcsa. És senki ne tényleg kullogjon hátul, hogy hát bár csak jönne egy, nem tudom, küklops, mert itt van a kezemben a küklopszölő varázskardom, a kedvelt ellenségem a küklops, nálam van a küklopszölés magas iskolája című 15 kötetes enciklopédia. Hú, de kár, hogy ebben a dungeonben csak és kizárólag goblinok vannak. Igen, ha már a realisztikus vonalon haladunk tovább, akkor viszont szerintem fontos, hogy legyen egy jó, érdekes háttértörténete a dungeonnek, tehát a karaktereknek legyen miért kedve oda bemenni. Igen, a realisztikus vonalon ugyanúgy igaz ez szerintem, hogy vegyük figyelembe a játékosok és a játékosok karaktereinek igényeit, de ne írják ezek fölül a dungeon realitását, de én azt hiszem, hogy reális dungeonöket is el lehet úgy készíteni, hogy minden karakter, minden játékos és minden karakter kielégítőnek találja. És igen, ahogy Lilla mondta, a következő lépés az, hogyha realisztikus dungeont akarunk alkotni, hogy legyen egy háttértörténete, legyen egy sztoria a dungeonnek, ami hihető, ami realisztikus, és ami megalapozza, hogy miért létezik a föld alatt, vagy egy hegynek a gyomrában ez az épület, vagy ez a hiány, ami bejárható. Szerintem talán a legfontosabb az, amit a mesélőnek először el kell döntenie, hogy mi ez a dungeon, konkrétan micsoda. Tehát tényleg ez egy épület, ez egy bánya, ez egy barlangrendszer, ez egy nem tudom, sövénylabirintus, egy erdő. Szerintem beszéltünk erről bővebben is, ki is fejtheted ezeket a fajtákat, vagy összeszedhetjük őket. Hogyha valamennyire realisztikus dolgot akarunk csinálni, akkor a legeslegnehezebb, és szerintem ami
amit nagyon sokan egyből alapnak gondolnak, hogy ez egy mesterséges struktúra, és szerintem az a legnehezebb. Mert ahogy sokat ugye beszéltünk róla itt éppen az előbb, mesterséges struktúrák azok nem dungeonök. Tehát az épül, hogyha körbenézünk akár csak a mi modern világunkban is, nem nagyon találunk dungeont. Tehát az épületek nem úgy épülnek pedig föl, a szomszédok panellakásai igazán kemény dungeonök lehetnek. Hát igen, csak nem úgy épülnek föl, hogy az egyik oldalukon bemész, a másikon kijössz, és közben meg nem tudsz mit csinálni. Tehát még a börtönök sem ilyenek. Épülhetnek ilyenek, csak legyen oka, hogy miért épült ilyenre az az adott építmény. Hát és ilyen okot nagyon nehéz találni többnyire. Igen. Ami kielégít, és nem hangzik úgy, hogy igazából behelyettesíthetnénk, hogy azért, hogy legyen itt egy dungeon. Hát nekem ugye erről példaként a Bajnokok próbája című lapozgatós könyv jut eszembe, amit nagyon kedveltem. Ott egy nagyon egyszerű történet volt, ez egy mesterségesen létrehozott dungeon, amit dungeonnek építettek meg kifejezetten, és kifejezetten azzal a céllal hozta létre talán, nem tudom, Szukunvid báró. Egyikőtök sem ismeri? Sincs. Jó, nem. Mindegy. De ismerem, csak nem emlékszem. Jó, rá, mindegy, hogy... azért hozta létre, hogy évről évre megtartsa ott a Bajnokok próbáját, beenged, nem tudom, 12 embert a dungeonbe, és aki kiér a másik végén, az lesz a bajnok. Ilyen egyszerűen működik, és tele van csapdákkal, szörnyekkel, varázslatokkal, meg fejtörőkkel. És ez például egy hihető háttértörténet, hogy egy ilyen ókori vagy középkori kényúr valamiféle sport célra hoz létre kifejezetten egy ilyen akadályokkal teleszort ilyen föld alatti építményt. Azért tegyük hozzá, hogy ez igen kevéssé hihető abból a szempontból, hogy ha csak nincsen valami mágikus tévé, meg mágikus kamera, intén, akkor ez egy baromira unalmas látványosság, hogy 12-en bemennek reggel, és nem tudom, másnap délután kiesik egy valaki véresen, félkarral, hörögve, kivonszolja magát, és... Azt hiszem, ott sem a látványosság része volt a lényeg, hanem ki akarta válogatni a rátermettet akart kiválasztani a jelentkezők közül, akit ő elküldött valami küldetésre utána. De akkor igazából már elküldette volna mind a 12 és... Ja, Istenem, akadékos kocsit. De a győztes legalább megkaphatja a fele király és fele lányát, meg a királyságát. Hát az biztos, hogyha néhány szobánál és néhány encounternél nagyobb ilyen föld alatti építményt tervezünk, ahol mindenhol van valami, ott tényleg nagyon nehéz indokot találni rá, hogy miért van 86 szoba, amelyikből 32-ben szörnyek vannak, 22-ben csapdák vannak, és a fennmaradókban meg fejtörők vannak. Hát erre szerintem a legegyszerűbb plot az, hogyha van ott valami érték, amit a karaktereknek el kell lopni, vagy meg kell szerezni. Igen, csak ez megint ugye sérti az embernek a realitás érzékét a legtöbbször, mert hogyha a cél az volt, hogy azt az értéket ne tudják ellopni, akkor miért egy ilyen építményt építettek köré, mondjuk miért nem ásta el akkor 100 méter mélyre a földbe. Igen, miért nem egy termet épített, és az összes anyagot, amit felhasznált volna, annak a költség, mint abba fordítja, hogy egy teljesen áttörhetetlen kaput tesz oda, amit tényleg csak azzal az egy kulcsa lehet kinyitni, ami a nyakában van. És nem 15 elég jól lezárt ajtó mögött van, és 32 elég erős szörny őrzi, egy kurva nagy ajtó, egy kurva nagy szörnyel, és ez sokkal jobb. Hát illetve, hogyha én egy ilyet építenék, akkor az egy folyosó lenne, amin fokozatosan akár nehezedő csapdák és szörnyetegek várják azt, aki végig akar menni rajta, vagy őrzik ezt a létesítményt. Hát felvetődik itt esetleg az a probléma, hogy mondjuk az áldozatunk egy kereskedő és nagy mennyiségben áll rendelkezésre az a fal, amit mondjuk el akarunk lopni, felgyújtani, stb. És akkor mondjuk őrök védik, meg nem tudom, igen, csak akkor meg teleportáló macska disznók, vagy akármi.
akkor meg jó eséllyel ez egy valódi épület lesz, amik meg nem dungeonok. Viszont egy jó áthidaló megoldás, amit a számítógépes játékok használnak nagyon-nagyon előszeretettel, és nehéz jól megcsinálni. Ez a látszólag ez nem egy dungeon, de valójában az. Tehát ugye főleg, hogyha valami romváról, vagy félig eltemetett városról, vagy ilyesmiről van szó, akkor megoldható, hogy az alaprajz, ami bejárható a játékosok számára, az egy dungeon, de közben be van mutatva nekik, hogy ez valójában ez egy emberi vagy akármilyen lényeknek a használatára készült épület vagy épületek voltak, csak mostanra bizonyos részei hozzáférhetetlenek lettek. Mert igen, erre is vezetett úta ebben a föld alatti városban, csak mostanra elöntötte a víz. Ott meg kőomlás miatt nem lehet elmenni a mellékfolyosókon, hanem csak az egyiken. Ez, hogyha jól meg van csinálva, akkor rendkívül hangulatos, és egy nagyon-nagyon jó dungeon tud lenni. Sajnos, hogyha rosszul van megcsinálva, amit könnyű, akkor pedig egy nagyon-nagyon frusztráló, a jó, akkor balra fordulok. De pont ott a lepke disznó falka pont ott falatozik, és nem tudsz átmenni rajtuk. Jó, akkor jobbra megyek. De jobbra pont leomlik a plafon. Jó, akkor megyek egyenesen. Na, ahogy mész egyenesen, hát nem pont egy zárt ajtóval ütközöl, mint csak egy találós kérdés megválaszolása után lehet átmenni. Ami nagyon-nagyon jól csinálja ezt, és mindenki, aki dungeont akar tervezni, vagy számítógépes játékpályát, az jól teszi, ha tanulmányozza, az a Dark Souls. A Dark Souls-oknak a level dizájnja az zseniális ilyen téren. Mi a helyzet az őrült varázslóval, vagy egyáltalán a varázsló tanyájával, az elhagyott ilyen misztikus épületekkel? Ugye a dungeonök közül, talán a szerepjátékos dungeonök közül a legismertebb a Temple of Elemental Evil. Nem tudom, hogy ezzel mennyire vagytok ismerettségben. Igen. Ez egy gigászi, sokszintes dungeon, és kifejezetten arra jött létre, hogy egyes szintű karakterek, ha végigmennek, föl levelingelnek a végére, nem tudom, level 15-re. Egy ilyen szép vastag kézikönyv írja le a szintjeit. Készült belőle külön számítógépes játék is egyébként. És hát azért mondjuk ott nem emlékszem már pontosan, hogy a realitást hogyan kezelték, de tartok tőle, hogy elég könnyedén álltak hozzá. Minden esetre vannak... Már eleve a koncepcióval elég elrugaszkodott a realitástól, úgyhogy logikus, hogy nem volt az annyira fizikai törvények szerint megalkotva. No, de visszakanyarodva akkor az alap kiinduláshoz, hogy legyen egy története a dungeonnek, és legyen egy környezete. Szerintem ez lehet a jó dungeon második szabálya, hogy ez legyen minél alaposabban kidolgozva, és végig gondolva, hogy hogyan jött létre ez a dungeon, ki hozta létre, vagy hogyan jött magától létre, és miért létezik még. Illetve még egy és azóta mi történt, hogy létrejött. Igen. Tehát, hogyha ha ide senki nem jutott be eddig, akkor miért nem jutott be senki? Hogyha valakik ide már bejutottak, akkor azokkal mi történt, és hol vannak? Hát ugye a klasszikus tróp az szokott lenni, hogy a dungeon legfelső szintjére ilyen goblinok, vagy ilyen tolvajok, ilyen csavargók költöztek be, ilyen hajléktalanok. És őket viszonylag könnyen még le tudja verni a parti, de ők nem tudtak egy bizonyos pontján tovább jutni a dungeonnek, ami mögött azért a kicsit élesebb pengélyű szörnyek várakoznak. Mi lehet élesebb pengélyű egy hajléktalannál? Jó, megvannak akkor a játékosaink, megvan a háttérsztori, mi legyen a következő lépés? A gyakorlati kidolgozása a dungeonnek. Például kapásból ugye a fent felvázolt esetben továbbra is ott a nagy kérdés, hogy jó, akkor mi van ott lent azon a ponton túl, ahova eddig ugye mindig ide jutunk ki a
a végén az egyik nagy kihívás. Mi van azon a ponton túl, ahova eddig senki nem jutott be? Ez, ha akarunk, hogy akarjuk, hogy ott valamilyen ellenfelek legyenek, akkor végig kell gondolni azt, hogy jó, ide, hogyha senki nem jutott be, akkor mi az, ami itt lehet? Hát a leggyakoribb ellenfelek a dungeonbe, akkor beszéljünk az ellenfelekről. A leggyakoribb ellenfelek az elzárt dungeonökbe az élő halottak, amik ugye a végtelenségig bolyonganak, és étel, meg levegő, meg víz, meg minden nélkül el vannak bármeddig, meg a gólemek, illetőleg az olyan fajta szörnyezetek, amik el vannak a dungeon foodon. Tehát az ilyen amorf, ilyen amőboid, vagy bármi ilyesmilyen teljesen... A zselatinkockák. Igen, a legfontosabb. A zselékocka a legfontosabb dungeon enemy. Tehát az olyan ellenfelek, amik nem természetes szörnyek, tehát érzékelhetően nem kell számítani. Démonok jöhetnek még a... Igen, magas szintű dungeonben általában. Hát nem. Jó, a világtól függ, igen. De általában kevés olyan játék van, ahol kapásból azé Tódi, amikor elindul a fakardjával, akkor rögtön démonokat fog hentelni. Hát egy impel találkoznak. Józsi bácsi, ja, démonvadász. Szóval az olyan nem biológiai alapú szörnyetegek, amiknek a táplálkozása nem kérdéses, vagy a dungeonben is megoldható, például elég neki a víz, vagy ilyesmi. Hát vagy áthidaló megoldás lehet, hogyha a dungeonnek az alsó részei mondjuk csatlakoznak valami természetes föld alatti járatrendszerhez, ahonnan be tudnak szivárogni a mindenféle föld alatti szörnyek egy kicsit. Igen, az is egy megoldás lehet. Ha már gyakorlati kidolgozás, szerintem fontos, hogy legyen egy íve tényleg az egész történetnek, mert ha már bejutni is rohadt nehéz, akkor már mindenki úgy fog hozzáállni, hogy kit érdekel ez a rohadt dungeon, hogyha bejutni se sikerült, akkor mi várhat mögötte. Viszont ha meg túl egyszerűen haladunk tovább, akkor lehet, hogy elég hamar ellaposodik. Igen, ez egyébként egy nagyon jó dolog, amit most felhozott a Lilla, mert amit én nagyon sokszor láttam hibát mesélőknél, az, hogy nem jutalmazzák a játékost. Tehát egy idő után tényleg kijön az, hogy jó, bejutottunk a kicseszett dungeonbe, ránk esett a zselékocka, megbököttek a hajléktalanok, megdobáltak kakával, bejutottunk a rohadt dungeonbe, sikerült, mi van itt? Kicsivel nagyobb szörnyek, akik sokkal több kakit tudnak dobálni rátok, és akkor tényleg előjön az, hogy jó, legyünk túl ezen, kerüljünk ki innen, nem jó itt lenni, ez egy büdös, sötét, rossz hely, ahol mindenféle rossz dolgok történnek mindenkivel, van valami célunk, ami ugye rendszerint azért a dungeon kalandoknál, lássuk be, eléggé homályos szokott lenni, tehát a szerezzétek meg az X dolgot, amiről senki nem tud semmit, mert ugye el volt zárva, nem tudom, 800 billió évig, de meg kell szerezni. Jó, szerezzük meg, és menjünk ki innen. De szerintem nagyon fontos az, hogy a dungeonben legyenek olyan dolgok, amik, ha nem is a karakternek, de a játékosnak nagyon érdekesek, amit fel akarnak deríteni, ami olyan dolgok, amik legalábbis azt sugallják, hogy itt nagy jutalmak várnak rájuk. Még itt a dramaturgiáról visszakanyarodnék az ellenfelekre, hogy azt befejeztük-e azt a kérdéskört, vagy meg tudjuk-e fogalmazni, hogy milyen ellenfelekkel kellene feltölteni egy realisztikus dungeon? Hát egyrészt olyat, hogy mindenki találjon magának olyan ellenfelet a teamben, aki méltó hozzá, és hát ne legyenek ilyen teljesíthetetlen lények. Igen, tehát az egyik irányból a nehézség és a játékélmény fontos a szörnyekkel kapcsolatban. Ez talán viszonylag könnyű belőni? Rendszere válogatja.
bizonyos rendszerek elég jók ebben, főleg ahol ugye nagyon nagy a háttéranyag, mondjuk a D&D-ben. A D&D-ben egyszerűen olyan mennyiségű anyag van, hogy elég jól, ha valaki egy kicsit tapasztalt a rendszerben, akkor elég jól meg tudja csinálni azt, hogy igen, ennyi eddig szintű, ilyen meg ilyen karakterek vannak a csapatban, ezek a szörnyek jók lesznek ide, ha esetleg valami galiba van, akkor ilyen vagy olyan irányba tudok rajta tolni egy kicsit. Én azt látom, hogy ugye egy kettős egymásnak ellenfeszülő erő van itt a kidolgozás során. Az egyik az, hogy legyenek változatosak ezek a szörnyek. Tehát nem érdekes egy dungeon, amikor benyitsz a 8. szobába, és a 8. goblin család húzza elő a kis pengéit, és támad neked, amikor 7-et már legyőztél előtte. Tehát változatosnak kell lennie a szörnyeknek, a másik irányból viszont átbeszéltük azt, hogy a szörnyeknek is kell, hogy legyen valami realisztikus hátterük, hogy ők hogy kerültek oda a dungeonbe, mikor kerültek oda, és hogyan maradtak ott életben és aktívan. De szerintem ezek pont, hogy nem egymással szemben álló dolgok, hanem nagyon jól az egyiket föl lehet használni arra, hogy jól meg tudjon valósulni a másik. Tehát például ugye alapvetően tényleg nagyon rossz elképzelés az, hogyha lemennek a, tényleg akkor a dungeonnek a legfelső szintjére, beköltöztek a goblinok. Nagyon rossz dolog az, hogy a dungeon legfelső szintjén van, nem tudom, 15 szoba, abból 7-ben, mindegyikben van 4 goblin, akik ott ülnek a tűz körül, sütögetik a, nem tudom, patkányherét, és amikor a játékosok benyitnak, akkor mind elkezdenek gonoszul rikácsolni, előrántják az egységesített rövidkardjukat, és nekik rontanak. De hogyha ehelyett azt csináljuk, hogy mondjuk a dungeonnek a legfelső szintjén tényleg van 4 szoba, amiben már nem lehet behatolni, egy csomó, ami üres, vagy nincs benne semmi érdekes, és de viszont a játékosok felfedezik mondjuk a goblinoknak a nyomait mindenütt, ha ennek ellenére nem elég óvatosak, akkor egyszer csak rájuk rontanak a goblinok, amúgy meg rajtuk üthetnek, és tényleg ott legyen ott egy goblin család, papák, mamák, gyerekek, és sokkal-sokkal érdekesebb lesz, hogy megalkothatjuk tényleg mesélőként, én például szeretem az ilyesmit sem, megalkothatjuk az egész goblin klánt, lehet benne a zakkant goblin, aki robbanóanyagokkal, meg ilyen alkimista dolgokkal kísérletezgetve próbál majd ellenállni. És apraja falva. Igen. De tényleg, lehet a magát nagyon erősnek képzelő goblin, aki goblin mértékben valóban nagyon erős, és egy valódi hosszú kardot lengetve ront a csapatra, mint a rettenthetetlenség bajnoka, a sunyi öreg goblin sámán. Teljesen klisés továbbra is az egész, de meg lesz az az érzés, hogy itt valóban egy közösség élt. És hogyha megfelelő játékosaink, karaktereink vannak, akkor esetleg utána szembesülhetnek azzal, hogy amikor a folyosón a, nem tudom, 6 fős ilyen kis goblin kommandót jól lemészárolják, akkor benyitnak az egyik kis szobába, és ott a kis sivalkodó goblin kölykök futnak szét, akiknek a szüleit hát éppen most eszik a hangyák a folyosón. Ezzel kapcsolatban is releváns a következő kérdésem, hogy legyenek-e a dungeonben elkerülhető ellenfelek. Nyilván ezt is csapata válogatja így, ahogy végig gondolom, de szerintem jó ötlet, hogyha néhány encounter elkerülhető, és néhány meg erőltetett, vagy hogy mondjam, tehát kötelező. Kötelező, igen. Hát a fenti goblinos példát szerintem ki lehet terjeszteni, akár még a jellem és értelem nélküli lényekre is. Tehát sokkal izgalmasabb a csontvázis, hogyha mondjuk a játékosok összefutnak 4 csontvázzal, akik alakzatban támadnak rájuk, mind ugyanazt a ruhát viselik, és esetleg utána egy másik teremben megtalálják a fóliánst a 4-esikrekről, akik együtt esküdtek föl a szent könyv védelmére. Mint hogyha jó, igen, nektek rontott
négy csontváz. Olyan volt, mint az előző négy csontváz. Hogyha mondjuk máshonnan oda szökött szörnyek, ilyen barlangból feljött, ilyen állati jószágok jönnek, akkor azok esetleg el is menekülhetnek, és vagy meg is félemlíthetőek, nem muszáj őket megölni azért, hogy le legyenek győzve. Igen, szerintem abszolút jó, jó pofa. Az ez is egy olyan dolog, hogy szabadságot adsz a játékosnak, hogy ő eldöntheti egyszerűen, hogy ő most akar harcolni, vagy nem akar. Hogyha az orra alá dörgölöd, hogy igen, itt van egy kimér a lábnyom, láthatóan hús cafatok vezetnek ahhoz a bejárathoz, és valami érdekes horkolás jellegű hangot is hallasz, és a karakterek úgy döntik, hogy jó, inkább ellopózok, akkor úgy döntöttek. És megvan nekik az a lehetőségük, hogy úgy érzik, hogy ők is befolyással vannak a történetre. Egyébként ez szerintem szintén egy ilyen kiemelendő pont, hogy mesélőként, én főleg kezdőknél tapasztaltam ezt, hogy még nagyon ragaszkodnak ahhoz, ami le van írva a könyvbe, és nem rugalmasak, és ebből jön az, amikor, mit tudom én, ilyen botratűzött sünikkel kell harcolni, mert nem lehet a level 1-es karakternek még kardja, meg ilyenek, és akkor teljesen elvész a játék élmény a szabályokhoz ragaszkodásban. Hát ez inkább erre azt mondanám, hogy ezt megint csapata válogatja, hogy ki mit hogy szeret. Tehát vannak ezek a szerepjátékos archetípusok, és azokról is beszélhetünk majd egyszer. És ha például úgy mesélsz, hogy a partid négy ilyen szabályjogászból áll, akik minden szabályt fejben tartanak, és a játéknak egy jelentős élményfaktora az, hogy az adott szituációt a szabályokra lefordítani, és e fölött vitatkozni egymással, akkor teljesen rendben van ez a fajta játékélmény, amit te mondasz. Általában szerintem nem ez a jellemző, illetőleg hát a mesélő kapcsán ugyanazt el lehet mondani, hogy a saját maga által megírt koncepcióhoz sem kell feltétlenül a játék és a dráma rovására ragaszkodni, de mondom, ezt csapat meg igény válogatja. Az tényleg egy nagyon gyakori hiba, hogy nem is feltétlenül a szabálykönyvhöz, amit a Lilla mondott, de nagyon hasonló módon a saját ötleteit nagyon sok mesélő nem szereti elengedni. Sőt, szerintem nagyjából mindegyik. Tehát mindannyian, ha úgy érezzük, hogy kitaláltunk valami kurva jót, ami annyira király, akkor azért nagyon tud fájni, amikor a játékos dob egy baromi jót, és egyetlen egy nyilvesszővel szemellövi a gonosz papot, aki épp elkezdte kántálni a rituálét, ami utána nyakába szakadt volna az élő holt horda a játékosoknak. És ilyenkor kell megpróbálni mesélőként elengedni, és hagyni nyerni egy kicsit a játékos. Tehát ha ez megtörtént, akkor egyrészt megtörtént, tehát igen, sikerült, másrészt mutassuk meg nekik, hogy mennyire királyak voltak. Nyilván nem mindig, az se jó, hogyha minden egyes összecsapásban valami ilyesmi történik, és akkor mennek előre a játékosok, és minden elbotlik a saját kakájába, és kitöri a nyakát. De hogyha ritkán vannak ilyen pillanatok, akkor az egy meghatározó élmény lesz, akár az egész kampányra, amit majd mesélni fognak a karakterek is, meg a játékosok is. Most az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint a gyereknevelés. Merjünk jutalmazni, de ne vigyük túlzásba. Ó, de szépen mondtad. De egyébként egy kicsit tényleg de olyan... De egyébként tényleg olyan. Hát a mesélőnek a feladata az, hogy biztosítsa a játékosok számára maximális játékélményt, nem pedig az, hogy a saját fasságaihoz ragaszkodva kitartson a végsőkig, amíg a játékosok már olyan kurva frusztráltak nem lesznek, hogy abba hagyják a játékot, mint ahogy az nálunk megtörtént néhányszor. Hát az analógia ugye ott van, hogy a gyereknevelésnél ugye ott van a különbség, hogy a szülő jó esetben sokkal okosabb, mint a gyerek,
és ezért van egy olyan helyzetben, hogy egy ilyen mesterséges kihívásokkal teli rendszert tud felépíteni a gyerek köré, amiben az kiteljesedhet jó esetben. A szerepjátéknál meg a játék szabályaiból adódóan ugye a mesélő mindenható, a játékos meg nem. És ez emiatt tud a mesélő kiépíteni egy nagyjából ugyanilyen, hát végül is sandboxot, ahol a játékos karakterek kedvükre futkoshatnak föl alá, de vigyázni kell arra, hogy ne törjék ki a kis nyakukat. Igen, nekem még az jutott eszembe annak kapcsán, amit mondtál, az elengedés kapcsán, hogy amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtél nekünk mesélni, akkor nagyon sokszor előfordult az, hogy te nagyon alaposan kidolgoztad előre a játékot, és azon kellett végigmenni. És volt pozitív, meg negatív élményem is ezzel kapcsolatban. Ugye a pozitív élményem az volt, hogy nagyon jól tudtad hozni azt a távolságtartó mesélő archetipust, hogy tényleg úgy éreztem, hogy a karaktereim egy realisztikus világban mozognak, ahol nem az ő képességeikhez hajlanak a kihívások, hanem vannak kihívások, és azt valahogyan meg kell oldani, de könnyen lehet, hogy nem fog sikerülni, mert ez ki van előre találva, és te egy ottányit sem engedsz belőle. És ez nekem volt pozitív élmény is, volt negatív oldala is, mert voltak olyan játékaink, amik félbe maradtak egyszerűen azért, mert a játékos csapattal mondjuk fél óra múltán sem tudtunk tovább menni az adott helyzetből. De mindenképp érdekes volt, és néha ez jó tud lenni szerintem, hogy egy kicsit ennek az oldalnak is kedvezzek, hogyha azt érzi a játékos, hogy nem körülötte forog a világ, hanem egy meglevő világban megy a karaktere. Mert hogy a való életben is az történik, hogy amit eltervezek és elindulok megcsinálni, az korántsem biztos, hogy sikerül, sőt, nagyobb eséllyel nem sikerül. Más kérdés, hogy szerepjátékban nem a frusztrációt szeretnénk átélni az életből, de ha a realitását keresjük a játéknak, akkor néha egy kis frusztráció nem árt. És mi a véleményetek a karakter halálról? Az, hogy messzire vezet már minket a dungeonok témájától, de beszéltünk róla mindjárt. Amit mondtál, ahhoz hozzáfűzni, hogy úgy lehet talán jól ötvözni a kettőt, vagy hát én úgy próbáltam ezt a kecske is jól lakjon, káposzta is megmaradjon dolgot a saját meseimben, amikor néhány ugye ilyen negatív élmény után, amikor tényleg az volt, hogy én is ott ülök, előttem a szépen kidolgozott kaland, és a kihívás, amire azt hittem, hogy na jó, ez 3 perc lesz, az Istennek, senkinek nem sikerült, és már mindent megpróbáltak a játékosok, már teljesen hajmeresztő dolgokat is, és még mindig nem jutottunk tovább. Ez úgy lehet talán jól ötvözni azzal, hogy ne forduljon elő ez a frusztráció, de megmaradjon az az élmény, hogy igen, itt egy világban vagyunk, aminek megvannak a saját szabály, és nem körülöttünk forog minden, hogyha a minden kihívásnál azért biztosítod azt, egyrészt, hogy lehetőleg mondjuk legalább 2 megoldása legyen az annak, hogy azon túl tudjanak jutni a játékosok, és esetleg még beteszel egy ilyen félszéfet arra az esetre, hogyha nagyon nem megy. Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert ez viszont öli a hangulatot erősen, hogyha az történik, hogy mondjuk a... Deus ex machina. Hát igen, ha úgy érzed, hogy ezt most a mesélő csinálta. Hát olyasmiket lehet talán megcsinálni, ha mondjuk valami akadályon nem tudnak átjutni a játékosok, hogy mondjuk visszamennek oda x idő múlva, és hát átjutott rajta más. És igen, mostantól most ti is be tudtok jutni, de hoppá, valaki már benn van, innentől kezdve jóval nehezebb a dolgotok. Hát de sokféleképp meg lehet oldani, ilyen játékok sok mellé adott NPC, egy ilyen Jolly Joker, igen, csak aki pont tud ilyen az, helyzetben, csak azt jól kell tudni mesélni, hogy ne legyen tolakodó a segítsége. Igen, az az, amit rettentően szoktak utálni, én úgy tudom. De szerintem lehet jól mesélni úgy, hogy ne az NPC-é legyen a úgymond a sikernek a jutalma,
hanem úgy vezesse rá a játékosokat, akár nem tudatosan az az NPC karakter, hogy a játékosok azt érezzék, hogy mégis ők jöttek rá erre a dologra. Jó, tehát akkor lezárva az ellenségek kidolgozását, szerintem a harmadik szabálya az lehet a jó dungeonnek, hogy az ellenfelek legyenek változatosak, legyenek rászabva a karakterekre, amennyire lehet, de ezeket, mindkettőt, a változatosságot és a karakter specifikációt is mindenképpen támogassuk meg azzal, hogy az ellenségeknek legyen egy hiteles háttere, hogy ők hogy tudnak ott létezni, miért vannak ott, hogy kerültek oda, mit csinálnak ott, mit tesznek ott. És akkor lépjünk tovább arra, amit Lilla már korábban felvetett, hogy drámai szempontból hogyan építsünk föl egy dungeont. Tehát végül is a dungeonön végighaladása a játékosoknak az egy önmagában megálló történet, aminek van egy eleje és egy vége. És a történeteknek általában van egy íve. Ugye a jellemző az szokott lenni kisebb dungeonökben is, hogy a vége előtt van a drámai csúcspont, a fő ellenfél, a boss fight. Nagyobb dungeonökben lehetnek kisebb boss fightok és fő ellenfél a végén. Hogyan legyen fölépítve ez a drámai rész? Visszautalva egy kicsit az előzőekhez, itt aztán tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy az a fő ellenfél, vagy fő kihívás, mert néha legtöbbször azért itt tényleg valamilyen harc van, de nem mindig, de a fő kihívásnak aztán tényleg jól illeszkednie. Minden fent felsorolt szabálynak, ha valaminek, akkor ennek meg kell felelnie. Tehát nagyon rossz elképzelés az, hogy hát itt van ez a szörny, ami így hát ide keveredett valahogy, és akkor itt volt, és most jól le kell győzni, mert különben nem tudjátok elvinni a kristálygömböt. Ez egy ilyen arcú csapás végül is a dungeonnek a végén, hogy jó, hogy ha nem keveredett volna pont ide, akkor nem tudom, a Sánta hülye gyerek is bejöhetett volna, és elvihette volna az egészet. Legyen valamiféle történeti kapcsa, vagy legalábbis legyen egy legendája annak, ami ott zajlik, mert különben nem tud a drámai tetőpont lenni, még akkor sem, hogyha mondjuk az értékei alapján ez a drámai tetőpont, ez a legnehezebb harc. Illetve akkor a végén már tényleg legyen valami rendes jutalmazás, hogy úgy érezze a játékos, hogy na, ezért megérte ezt az egész küldetést végig harcolni, küzdeni, rejtvény fejteni, mert hogyha tényleg ott van legyőztük a nagy küklopszot, és ott van egy lyukas zokni a végén, akkor az eléggé demotiváló tud lenni. Mi a helyzet azzal, hogyha a drámáját a dungeonnek egy kicsit unortodox módon csináljuk? Tehát például a dungeonnek az egyharmadánál jön ez az epikus küzdelem, és megszerezni valami tárgyat, és a kétharmada pedig az, hogy valamiért egy másik úton kell kijutni, ami szintén veszélyes. Például. Szerintem az legtöbbször rosszul szokott esni. Igen, ez még hozzá nagyon. Ilyen túlnyújtottnak tűnik az egésztől. A játékos megszerezte a csillogó, lángoló csodakardját, és semmire nem vágyik jobban, mint hogy kijusson és jó nagyokat suhogtathasson vele a szép széles mezőn, és de nem, mert még át kell kelni a kaki folyón, meg a... Igen, ez kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk el akarsz menni egy érdekes előadásra, ami a másodikon van, és bennragadsz a liftben. Tehát, hogy így nem egy érdekes koncepció. El tudunk képzelni olyan unortodox fölépítést a drámában, ami érdekes lehet, vagy jó lehet, és jól elsülhet? Hát esetleg, hogyha a karakterek kifejezetten szeretnek lopakodni, akkor lehet érdekes aztán nekik. Nekem ez az elképzelésem, de szóljatok, ha nem értetek egyet. Úgy is szólni fogtok,
hogy miután megvolt az epikus csata, azután valamilyen indokkal mondjuk nem láthatnak meg titeket, vagy ilyesmi, és ezért ki kell lopódzni onnan. Nem értünk egyet. Én nem értek egyet. Annyiban, hogy a lopakodás, vagy hát lehet egy ilyen csavar a végén, persze, de a lopakodás szerintem viszonylag kevés játékélményt ad. Tehát ez egy számítógépes játékban, egy tívben tud működni, talán hosszabban, hogy érdekes, de szerepjátékban szerintem nagyon nehéz egy folyamatos lopakodás, tehát mondjuk egy olyat, ahol 15 egymást követő őrszem mögött, meg mellett kell ellopakodni, ezt nagyon nehéz jól lemesélni. Mivel a lopakodás az a legtöbb rendszerben egy kocka dobás, és ennyi. Hát azt lehet megcsinálni, ennek kapcsán nekem az jutott eszembe, egy kicsit hasonló koncepció, befelé kell lopakodni, úgymond lopakodni. Tehát van a drámai tetőpont, az mondjuk a nagy csúnya démonnal való harc, de a nagy csúnya démon az nem üldögél békésen, mint minden rendes főszörnya az utolsó teremben és noblizik, hanem amint bejutottak a játékosok a kazamatákba, ő egyből megpróbálja őket eltenni láb alól, és az, amivel végül a játékosok győzhetnek, az szintén a labirintusban van valahol. És úgy kell végigjutni rajta kvázi, hogy közben folyamatosan el kell kerülni ezt az addig legyőzhetetlen szörnyet. Bizonyos helyekre nem lehet oda menni, bizonyos helyeken mondjuk meg kell húzódni. Nekem a pozitív becsapás az, ami most jött így hirtelen gondolat, tehát, hogy lemegy a parti a dungeonbe, hogy megszerezze a kristálygömböt. Legyőzik a, nem tudom, takonygólemet, ami a kristálygömböt védelmezi, és megszerzik a kristálygömböt, de kiderül, hogy leomlik mögötte egy fal, és megnyílik egy még mélyebb dungeon, még nagyobb jutalmakkal. Vagy mondjuk megszerzik ugyan a kristálygömböt, de kiderül, hogy az azt védelmező démon úrnak sokkal érdekesebb tárgyai vannak, és elmenekül a csatából még mélyebbre a dungeonbe. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy a drámai tetőpont ne legyen valójában a drámai tetőpont, hanem később jöjjön egy nagyobb drámai tetőpont. Én ezt kifejezetten rossz húzásnak érzem őszintén, szóval tehát ez megint egy olyasfajta becsapódás kelt, hogy jó, de akkor ez azt jelenti, hogy akkor igazából amit eddig csináltunk, az nem is volt annyira király. Mert mindenből van egy fokkal nagyobb, és akkor amit most csináltunk, az még nem volt jó. Mert érted, hogyha megkapod a csattogós falepkét, amit nagyon szerettél volna már régóta, de amint megkapod, kapsz mellé egy prospektust, amiben van egy másik, amelyik nem tudom, világít, repül, és nem tudom, 65 nyelvjárásban csattog, akkor az egy kicsit elveszi az élményt attól, hogy ja, jó, tök jó, megkaptam ezt a dolgot, de van egy még sokkal jobb dolog, amit még nem kaptam meg, de még dolgozni kell rajta. Én nekem az jutott eszembe, hogy egy olyasmi működhet még, egy olyasfajta átverés, amikor a játékosok lehatolnak a dungeonbe, és minden nagyon-nagyon simán megy, de úgy, ugye ez is nagyon nehéz, olyan, mintha azért menne nagyon-nagyon simán, mert annyira császáratom királyok, és amikor a végén megszerzik azt, amiért jöttek, akkor úgy jön az, hogy ki kell jutni innen, hogy kiderül, hogy a dolognak a megszerzése az, ami úgymond aktiválta a dungeont. Mint tehát, Aladdin barlangja. Tehát igen, tehát visszafelé kell a már bejárt utakat megtenni extra kihívásokkal. De ezzel ugyanaz a probléma, ami a 2-3-mal ezelőtti ötletnél, hogy nem valószínű, hogy örülnének ennek a játékosok, bár ha nagyon... Annyi a különbség, hogyha ezt úgy lehet megcsinálni, hogy a megszerzett információk felhasználhatóak.
Tehát úgymond nem az derül ki, hogy most elértünk ide, de nem itt van az útnak a vége, hanem még sokkal messzebb, hanem tényleg vissza kell jutnunk, de azokon a hívásokon, amikre már átmentünk, és hogyha ha okosak voltunk, hogyha felderítettük a részeket, ha megtaláltunk bizonyos dolgokat, akkor sokkal könnyebbek lesznek ezek a nagyobb kihívások. De ezt is nagyon-nagyon nehéz. Illetve ez is egyszer ellőhető patron. Igen, ez tény. Jó, szerintem akkor a jó dungeon készítés negyedik szabálya lehet az, hogy a dungeon drámájánál maradjunk amennyire lehet a hagyományos fölépítésnél, és a drámai tetőpontot az utolsó teremre, az utolsó csatára hegyezzük ki. Az aranymetszésnél. Úgy-úgy. Hát még egy nagyon ilyen kérdéses dolog, ami nagyon jól el tud sülni, és nagyon-nagyon rosszul, az az, hogy legyen-e a dungeonben csattanó. Legyen-e meglepetés. Ugye itt feljött az előbb néhány meglepetés. Sokan nagyon szeretik ezt a módszert, és hát ha jól sül el, akkor nagyon jó tud lenni. Sajnos nagyon könnyen tud rosszul elsülni. Amikor vagy kitalálható már sokkal-sokkal korábban, és akkor így elveszti az egész az értelmét, vagy pedig valami olyan hajmeresztően égből kapott random fasság a meglepetés, hogy senki a büdös életben nem tudta volna kitalálni, és akkor így tök mindegy. Igen. Hát ezzel kapcsolatban nekem az a tapasztalatom, hogy három szintje van a szerepjátékosoknak, a kezdő, a haladó és az expert. És a kezdőknek ez nem jó, mert ők nem feltétlen fogják érteni, hogy ez itt most egy csattanó volt, vagy miért volt érdekes, hogy most nem úgy történtek a dolgok, mert esetleg ez az első vagy a második dungeon, amin végigmentek életükbe. A haladók számára lehet érdekes egy ilyen csattanós dolog, és szerintem a profik, akik már nagyon régóta játszanak, azokat meg inkább frusztrálja az ilyesmi. Ők, nekem az a tapasztalatom, hogy ők akkor tényleg akkor mennek le egy dungeonbe, hogyha van valami nagyon fontos indok erre, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a haladó játék, vagy mi a nagyon profi évtizedek óta játszó játékosok már nem óhajtják ezt a dungeon jellegű játékélményt. Ettől még persze a dungeon, mint helyszín, romos épület, meg föld alatti dolgok, azok szerepelgethetnek, de a dungeon, mint játékélmény, az már nem nagyon elégíti ki őket. És beszéljünk még egy kicsit a méretéről a dungeonnek, mert az is szerintem egy igen fontos kérdés. Hát ez attól is függ, hogy ugye milyen hosszúra szeretnétek nyújtani a játékot. Hát szinte csak attól függ szerintem, mivel a mesélő tervezi meg a dungeont, és ő tervezi meg azt is, hogy nagyjából ez mekkora részét fedje le egy játékülésnek, vagy több játékülés hosszúságú legyen egy dungeon. Lehet-e nagy méretű dungeont jól megcsinálni? Mert ha beosztjuk, mondjuk van a kisközepes és nagy, ismét a hármas struktúrába, a kisközepes és nagy dungeon. A kis dungeonok azok epizódikusak, 20 perc, fél óra, egy óra alatt végigjárható kisebb dungeonok, amik nem tudom, egy kastélynak az alaksora hasonló jellegű dolgok, néhány teremmel, néhány encounterrel. A közepes dungeonre mondanám azt, ami egy ilyen játékülésben végigjárható, tehát egy 2-4, max. 6 óra alatt bejárható dungeon. Lehetséges ennél nagyobb dungeont élvezetesre, meg realisztikusra megcsinálni? Hát élvezetesre biztosan. Én most játszok egy játékot, ahol konkrétan egy ilyen dungeonben van éppen a csapatunk. Ez egy nagyon sokak által dicsért kalandmodul, aminek baromira nem jut eszembe a neve. D&D 5-höz készült a kult-csulti dzsungelben történő kalamajkákkal kapcsolatos, és majd a videó alá belinkeljük a nevét, mert most tényleg nem jut eszembe egyáltalán a neve. Ez egy nem realisztikus dungeon,
mindenféle izgis kihívások, érdekes logikai fejtörők, és nagyon sokféle szörnyezet, meg titok, meg kincs van benne, és kimondottan okosan van összerakva, jól van megtervezve az alaprajza, kihívások, a fejtörők, minden frappánsan passzol egymáshoz. Tehát mindenképpen meg lehet csinálni egy nagy dungeont élvezetesre. Hát az, hogy realisztikus legyen még mindennek a tetejébe, hát szerintem lehetséges, viszont akkor tényleg fel kell kötni a mesélőnek a gatyáját, és meg kell kérdezni a magától, hogy tényleg ezt akarja-e. Én egyébként mesélőként mindenképpen a rövid dungeonok mellett vagyok, én azokat szeretem mesélni, és inkább lehet olyan is a dungeon, hogy maga a dungeon része esetleg rövid, de a bejutás, az odajutás maga is egy dungeon, csak az nem egy föld alatti kazamatában játszódik, hanem tényleg mondjuk egy erdőben, egy városban. Szerintem jobban tudnak működni az ilyenek, egyszerűen azért, hogyha valamennyire realisztikus a settingünk, akkor ezzel fent tudjuk tartani azt a változatosságot, amit a nem realisztikus dungeonökben nincs rá akkora igény, mert ott magában a dungeonben lehetnek teljesen elborult dolgok. Egy nem realisztikus dungeonben, amit a random őrült varázsló rakott oda, és telerakta őrült dolgokkal, ott lehet akár nagyon sokféle helyszín, nagyon sokféle szörny, nem kell azon gondolkozni, hogy jó, de mi a tökömér ment el a sivatagba, és hozott el egy 12 méteres hangyalesőt, amit ennek a 2 hektáros teremnek a közepére betett, hogy legyen egy ilyen hangyaleső homoktölcsér, amin át kell vergődni maguknak a karaktereknek, amíg ezt megcsinálta, addig alkothatott volna 15 másik szobát. Nem, ez egy ilyen dungeon, itt van. Miért van benne egy térkapu a tűzelemi síkjára, amin át lehet esni, mikor a rohadt térkapunak a fenntartása valószínűleg annyi energiát elemész, mint az egész dungeonnek az összes többi része, és ha valaki nem találta meg azt a titkos ajtót, akkor nem is látja, hogy van ilyen. Igen, igazából nem tudok mit hozzáfűzni Gáborhoz. Gyakorlatilag minél nagyobb a dungeon, annál kevésbé valószínű, hogy realisztikus lesz, úgyhogy a kevesebb néha több, illetve... Bocsánat, ha már ilyen üres frázisokat csattogtatok ma valahogy, ez így összejött. Illetve érdekeset pedig természetesen össze lehet rakni érdekes dungeont, még akkor is, ha nagy. Jó. Beszéljünk még kicsit arra. Azt hiszem egyébként egyszer játszottunk, te meséltél, vagy kezdtél el mesélni, pont egy valami ilyen nagyon híres, valami versenygyőztes dungeont, ami szintén ilyen irgalmatlan nagy volt, és azért volt híres, mert ott aztán minden le volt vezetve, hogy nem tudom, pontosan annyi goblin lakik benne, amennyi el tud lakni a benne lakó patkányokon, meg csótányokon, és hogy az összes szörny pontosan csak úgy volt benne, ki volt dolgozva, hogy hol lakik, meddig megy el, miért nem megy annál messzebb, és van irgalmatlanul nagy volt, és hát félbehagytuk, úgy emlékszem. Hát igen, nem ezt a játékélményt keressük, amikor szerepjátékozni leülünk legalábbis mi, hogy játékülésről játékülésre egy szintet haladjunk lefelé egy 20 szintes dungeonben. Az érdekel még engem, hogy a szörnyekről elég sokat beszéltünk, de a többi dolog, ami szembe jöhet a karakterekkel egy dungeonben, a különféle kihívások, csapdák és... külön téma a fejtörőknek a kérdése. Hát ez megint attól függ, hogy a karakterek mit akarnak, meg mit szeretnek, illetve a játékosok. Tehát biztos vagyok benne, hogy amikor 5 darab barbár harcos lehatol a dungeonbe, akkor nem arra vágyik, hogy puzzle-lok halmazával találja magát szemben.
Ezt megfelelően kell dinamizálni, és úgy kell megalkotni, ahogy a játékosok és a mesélő szeretné. Tehát, hogyha a mesélő imádja a puzzle-öket, de a játékosok utálják, akkor sajnos a mesélőnek kell engednie. Igen, erre is volt már példa. De van egy nagyon-nagyon gyakori hiba itt a fejtörőknél, meg a csapdáknál szokott előjönni, és kicsit csatlakozik ahhoz, mondtunk arra, hogy a mesélőnek jó, hogyha el kell engednie bizonyos dolgokat. Sokszor előjön az is, hogy a mesélőnek tetszik mondjuk az a puzzle, vagy nem tetszik neki, hanem egyszerűen úgy gondolja, hogy ezen a puzzle-n át kell menniük a játékosoknak mindenképp, úgyhogy meg kell oldaniuk. És emiatt úgy túlbiztosítja, hogy teljesen hiteltelenné válik. Tehát, példát tudsz rámondani? Igen, sajnos a te egyik mesédben volt az a nagyon frusztráló elem, amikor mentek a karakterek, és az egyik ponton úgy lehetett átjutni, hogy egy megfelelő jelszót kellett talán mondani, és akkor aki azt kimondta, azt átengedte az irdatlan nagy legyőzhetetlen bronzgólem. És ugye itt előjön az a probléma, hogy jó, hogyha annak, aki csinálta a dungeon-t, volt egy irdatlan nagy legyőzhetetlen bronzgóleme, amit be lehetett programozni idézőjelben arra, hogy aki kimondja a jelszót, azt átengedi, akkor miért egy szaros jelszót kellett kimondani hozzá? És főleg, hogyha ugye ez a jelsz, ez olyasmi, amit úgy, mert ugye olyasminek kell lennie, amit a random kalandozók valahonnan ki tudnak találni, mert nem tudnak tovább jutni. És tehát van egy legyőzhetetlen bronzgólemem, amit arra használok, hogy mondjuk a kóbor kutyák nem tudnak bejönni a dungeonbe, mert azok nem tudják kimondani a jelszót, de ha a szemfüles Petike egy kicsit eltöltött a dungeonnek a könyvtárában, akkor hát ő már be tud jönni. Igen, hát ennél is keményebb dió a különféle tényleges puzzle-ök, találós kérdések vagy logikai feladványok. Egyrészt azért, mert ez kicsit metagaming, ugyanis hát ezeket a játékos találja ki, és nem a karakter, vagy ha a karakter találja ki, akkor egy sima intelligencia dobást kell mindenkinek tenni egy ilyen helyzetbe, vagy vonatkozó skill dobást. Én nagyon küzdöttem az ilyen puzzle-ök elhelyezésével a dungeon-ökben, és hát sokszor voltam ott, hogy feladom ezt így egy az egyben, aztán mindig újra és újra próbálkozom, és újra nem sül el jól a dolog. Ugye nagyon-nagyon nehéz az ilyen jellegű feladványoknál azt megtippelni, hogy ez valójában mekkora a fennakadást, mekkora a kihívást fog jelenteni a játékosoknak a számára. Tehát például, ha egy találós versike van, mint Gollamnak a versikéi, amit ugye Bilbónak ki kellett találni, akkor ha a játékosnak rááll az agya, netán már hallotta, akkor esetleg rögtön rávágja a megoldást, és igazából akkor te dolgoztál mesélőként 20 percet azzal, hogy kitaláld ezt a találós kérdést, in-game-ben meg ez egy perces dolog volt. Szerintem sokkal kellemetlenebb a másik verzió, amivel én rendszeresen szoktam szembesülni, hogy a karakterem számára egyértelműnek kéne lennie az ő tudása alapján, hogy mi a megoldás. Én viszont már a munka után félhalott állapotban, nem igazán forgó agykerekekkel, így teljesen elképzelésem sincs, hogy mit kéne ott mondani, és emiatt áll az egész parti, ami szintén egy kellemetlen. Hát ugye az áthidaló megoldás lehet erre, de hát ezt is ugye csapaton belül érdemes egyeztetni, hogy ha intelligenciát igénylő kihívás jön szembe, akkor megpróbálják a játékosok kitalálni, és hogyha úgy érzik, hogy nem tudják, akkor dobhassanak intelligencia próbát a karaktereik. Az szokott még egyébként a probléma lenni, hogy ugye ilyenkor a legtöbb esetben az történik, hogy megjelenik a találós kérdés, a feladvány, vagy akármi,
és mindenki összedugja a fejét, és megpróbálják mondjuk egy papír felett egy tollal kisakkozni, és viszont még hogyha sikerül is, akkor is ez kidobja az embert a hangulatból nagyon. Tehát nagyon nehéz azért úgy érezni, hogy te most egy hieroglifákkal teleírt kőtömb előtt állsz, mint Marcon a harcos, és próbálod a véres betört körmű ujjaddal kisilablizálni azokat a hieroglifákat, hogyha mint játékos látod, hogy igen, ez egy bizonyos matematikai feladvány, amit valahogy a nagyjából így kell megoldani, és hogyha most itt van nálam egy papír meg egy toll, akkor olyan 10 perc alatt úgy kisakkozom. Vagy még inkább, hogy ez valami találós kérdés, és akkor várjunk, pálinka, nem mosógép nem lehet, mert a fantasy világban vagyunk, és nagyon könnyen kidobja az embert. Én azt találtam szintén nagyon sok sikertelen próbálkozás után talán a legjobb áthidaló megoldásnak, hogy ilyen opcionálisak a puzzle-ök. Tehát, hogyha ha a karakterek megfejtik őket, akkor kapnak valami előnyt, de nem akkorát, hogy úgy érezzék, hogy valami hatalmas dologból kimaradnak. Ha nem fejtik meg őket, akkor meg hát egy kicsit nehezebb lesz. És ugye ez a realisztikus dungeonben mondjuk jól beleillik, hogy jön az irgalmatlan nagy kígyószörny, mondjuk megidéződik a terem közepére, és mondjuk a sunyi, nagyképű, arrogáns varázsló az elhelyezett egy kis találós versikét, amit hogyha megfejtenek a karakterek, akkor rájöhetnek, hogy itt egy nagy kígyó fog jönni, mert az a megoldása, hogy kígyó. Most már többet szerjön fel a különféle opcionális próbáknak a lehetősége. Itt akkor a mesélők mellett a játékosokat is megemlíteném, hogy szerintem érdemes azt is dungeon crawling előtt tisztázni a játékosokkal, meg egyébként ez az egész szerepjátékra úgy, ahogy van igaz, de a dungeonben kifejezetten, hogy nem szükséges az utolsó sarokig kipucolni a dungeont. Tehát nekem az régebbről az a tapasztalatom, hogy ez egy igen erős drive a játékosokban, hogyha dungeonben vagyunk, akkor a pöcegödör aljára is leereszkedünk, és a kezünkkel végig tapogatjuk a pöcegödörnek a fenekét. Hát, ha van benne egy varázsamulett. Igen, hát, ha van benne egy varázsamulett, illetőleg kóstolót is veszünk a pöcegödörből, hát, ha valami mágikus gyógyító pöcegödörről van szó. És hát ezek az ősi egyiptomi receptek. Igen. Úgyhogy szerintem a játékosoknak is érdemes azt észben tartani, hogy vagy a mesélő is szólhat nekik arról, hogy opcionális dolgok is előfordulhatnak ebben a dungeonben, tehát nem kell minden egyes helységet tűvé tenni, és minden alá benézni ahhoz, hogy végig tudjanak jutni a dungeonon. Jó eséllyel amúgy is, hogyha realisztikus dungeont mesélünk, akkor a továbbjutás kulcsa valószínűleg nem egy halom rothadó patkány alatt lesz elrejtve. Gyaníthatólag ez a mentalitás alapvetően a PC játékokból ered, ahol tényleg a dicső harcos a kukában búvárkodik a 2 forintért. Hát igen, illetve még inkább a régebbi stílusú kalandjátékok, ahol kifejezetten a pixel vadászat a végig kell kattintani a teljes képernyőt, hogy rálelj a, nem tudom, fél kókusz dióra, ami nélkül nem tudsz tovább jutni. Tehát szerintem a mesélő tartsa észbe, hogyha opcionális dolgokat hoz be a játékba, akkor a játékosok is legyenek tisztában azzal, hogy ők döntéshelyzetben vannak a szörnyeknél is. Nem kell minden szörnyet megölni, mert mondjuk nem a szörnynek a gyomrában lesz jó eséllyel a továbbjutásnak a kulcsa. Egyébként ez az első, talán az első nagy absztrakciók között volt az én szerepjátékos karrieremben, még 15 éves korom környékén.
ezek az opcionális harcok úgy egyáltalán a szerepjátékba, hogy betegyek olyan csatákat, amiket nem kell megvívni, vagy sokkal gyengébb szörnyekkel, ahol mondjuk egy morális kihívást jelentett ez a dolog, mint az előző példádnál, ahol lemészároltad a goblin felnőtteket, és benyitsz egy szobába, ahol meg egy rakás asszonyság szoptatja, goblin asszony szoptatja a goblin kölyköt, és hát ha benyitsz, azért ők is neked támadnak a szaros pelenkával, de érted, tehát azért a plusz 3 XP-ért, meg a szaros pelenkák lootolásáért esetleg nem kell lemészárolni a szoptatós anyákat. A másik meg ennek a fordítottja, a nagyon erős szörnyek, ahol van egy nyilvánvaló, vagy esetleg nem annyira nyilvánvaló ösvény arra, hogy nem kell feltétlen megküzdeni velük ahhoz, hogy tovább haladjon a történet, hanem el lehet mellettük surranni, meg lehet félemlíteni valamivel, hogy elmeneküljön. Le lehet fizetni. Igen, igen, akár le lehet fizetni. És hát nekem ez egy újdonság volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, így 16-18 éves koromban, hogy ilyet is lehet a szerepjátékban, és ezek általában viszonylag jól sülnek el, de a játékosoknak is tudniuk kell, hogy van ilyen opciójuk, hogy nem kell mindenen átgázolni, ami szembe jön, ami kiesik a mesélő száján, azt nem kell azonnal, mert különben abban a helyzetbe kerülsz, hogy oké, ott a fejtörő, lehet tudni, hogy mögötte van valami, ami esetleg nem annyira érdekes, de a játékosok akkor is kényszeresen ott megállnak, és nem mozdulnak, akkor se nem bírják megoldani. Na mindegy, úgyhogy a fejtörőkre visszatérve, nekem rossz tapasztalataim vannak ezzel, akár amiatt, amit mondtál, hogy kivesz a játékból. Nekem mesélőként, ez ugye játékosi perspektíva, mesélői perspektívából pedig az, hogy képtelenség belőni egy fejtörőt, hogy mennyi ideig tart. Ha biztosan le akarom vele pinnelni a játékosokat egy 10-15 percre, hogy annyit foglalkozzanak vele, akkor viszont ilyen komplikált feladványokat kell adni, ami tényleg kivesz a hangulatból, és általában frusztrálja a játékosokat. Tehát úgy értem, hogy komplikált feladvány, hogy nem egy ilyen csettintős abstrakcióra van kihegyezve a fejtörő, hanem van mondjuk 60 darab számod, amit megfelelő sorrendbe kell tenni egy matematikai algoritmus segítségével, vagy hát ennek valamilyen fantasy-s megfelelője, 60 különböző színű köved van, és tehát valami ilyesmi. Akkor sajnos a férfi játékosok és karakterek már kiestek, mert mint tudjuk, ők ennyi színt, esély sincs, hogy felismerjenek, vagy megjegyezzék a nevét. Csak hogy egy kicsit szexistáskodjunk. Nekem még egy utolsó fontos témám van a dungeonök kapcsán, a hangulatteremtés a dungeonben. Hát az egyrészt adódik a játék menetéből, ívéből, amit a mesélő felépített. Másrészt szerintem a legendából, amit szintén a mesélő köré épített. Ahogy azt te is mondtad, alapvetően ez a dungeon hangulat már így megvan, tehát hogyha amint a játékosok belépnek a barlangba, a kazamatába, az akármibe, már úgy előttük van az az alapvető kép, ami ez ilyen szituációkban jönni szokott, ehhez már a plusz a körítés adja. Igen, hát itt ugye inkább arra irányult a kérdés, hogy az világos, hogy a dungeon mint alaphangulat az megvan, az készre ki van sülve még azoknak a fejében is mostanában már, akik sosem játszottak szerepjátékkal, mert számítógépes játékot azért szinte mindenki látott, és a számítógépes játékokban elképesztő dungeon dumping van, úgyhogy valamiféle hangulat van ehhez csatolva, ami azonnal megteremti azt a nyomasztó, klausztrofób, ilyen misztikus, félelmetes légkört, de ezen túlmenően inkább arra gondolok, hogy azoknak a játékosoknak a számára, akik azért kettőnél több dungeonben megfordultak már életükben, mivel lehet feldobni a hangulatot. Én például kedvelem ennek a megoldására a kis mellékszálakat.
Tehát valamit, amit ha a játékosok vagy a karakterek megtalálnak, esetleg valamit megcsinálnak, akkor extra jutalomban részesülnek, vagy egyszerűen csak érdekes, és meg lehet találni. Akár akik itt éltek, annak valamiféle maradéket, akár valaki, aki esetleg lejutott ide, és valami történt vele, talán még találkozni is lehet vele, akár mondjuk még mint életben levő illetővel, akár mondjuk a dungeon egyik új szörnyével, élő halottjával. Szerintem ezek nagyon sokat tudnak adni a hangulathoz, és igazából könnyű őket elhelyezni. Hangulat alatt még gondoltam volna arra is, hogy milyen olyan momentumok vannak, amit esetleg mindenképp kerüljünk el. Tehát például arra gondolok, amiben én belefutottam, mesélőként többször is, hogy nagy és eléggé üres dungeonöket hoztam létre, amiben csak meneteltek előre a játékosok, és igazából nagyon lassan és nagyon kevés dolog történt velük. Próbáltam fókuszálni arra, és azt átadni ezekben az esetekben, hogy ez valóban egy nagy föld alatti komplexum, amiben hát nem minden szobában ólálkodik egy zselékocka, vagy egy goblin család, vagy egy halálos tűzcsapda, hanem mondjuk minden tizedik szobában történik valami, de hát ez eléggé félre sikerült több ízben hát is. Ez az, amikor így túl tolod, tehát hogy szerintem nem szükséges 10-szer annyi üres járatot belerakni, mint a hány szörny van, akkor inkább legyen rövidebb a dungeon. Főleg azért, mert egyébként ugye a szerepjáték egy narratív élmény, és hát a narratívában is, hogyha ha az a szerepjáték egy könyv lenne, akkor nagyon rossz ötlet lenne azt leírni, hogy és akkor bátor hősünk bement a 42. szobába. Hát egy kicsit mintha kevesebb lett volna a por, de ebben nem volt biztos. Tovább is ment. No hát a 44. szobában nem találjátok ki, egy hatalmas kupac por volt. Sajnos alatta nem volt semmi, úgyhogy ment is tovább. Tehát az ilyeneket mesélőként el lehet intézni azzal, hogy már ennyi órája meneteltek, és ennyi szobába néztetek be, de még mindig nem találtatok semmit. Kezdtek most már tényleg elcsüggedni, talán ez az egész hely elhagyatott, és csak átvertek titeket azzal, hogy valóban itt lappang a rettenetes kaki szörny. De egyébként ennek az ellenkezője ugyanennyire rossz tud lenni, amikor ilyen játékosi túlterhelést okoz, amikor a játékosok bemennek, és minden sarokban van valami, tehát mindenhonnan előugrott szörnyek egymás lökik félre, hogy kiugorhat először rá a partira. Találnak 15 különböző varázstárgyat, amikből mind csak egy kicsit tudják, hogy mire való, de mindegyik valószínűleg fontos lesz valamire, és akkor minden kihívás, ami szembe jön, arra ki kell próbálni mind a 15 rohadt tárgyat, amit találtak, hogy na most pont melyik lesz a jó vajon, és közben még hátulról rájuk ront az óriás százlábú is. Tehát ez ugyanannyira rossz tud lenni. Igen, a hosszabb dungeonökben szerintem fontos, hogy legyenek nyugvó pontok a játékosok számára, ahol a karakterek és ezzel együtt a játékosok is meg tudnak egy kicsit pihenni, esetleg átértékelni ezt az egész dolgot, és egy kicsit fújni egyet, tehát az valóban nem szerencsés, ami egyébként mondjuk az ilyen kalandjáték kockázatos dungeonökben nagyon ment, meg működött, hogy bemész az egyik szobába, akkor a öregasszony boszorkány neked támad, gyorsan levered, átnyitsz a szomszéd szobába, ott három ogre neked ugrik, a harmadik szobába egy halálos gödörcsapda van, de majdnem beleesel, de ahogy kikecmeregsz belőle, a plafonról egy ilyen élőholt ugrik rád, és hát igen. Szóval Arról egy élőholt ugrik rád, és addig nem enged tovább, amíg ki nem találod a kedvenc joghurt márkáját. Hát én azt mondanám, hogy 3-5 akció jelenetet követően egy valami olyan nyugvó pont mindig legyen, ahol meg tudnak pihenni a karakterek meg a játékosok egy kicsit.
Ugye a játékos számára az lesz pihentető, hogyha tudja, hogy egy olyan helyre érkezett el, ahol nem várható semmiféle támadás. Jellemzően mondjuk egy több szintes dungeonben egy ilyen nyugvópont lehetnek az ilyen nyugvópontok lehetnek azok, amikor egy szintet kivirített a csapat, és mielőtt a következő szintre lemennek. Ugye sokat beszéltünk a jutalmazásról, az fontos leszögezni pont ennek kapcsán, hogy nem kell, hogy a jutalom az mindenképp valami csodálatos új varázstárgy legyen. Tehát simán lehet a jutalom egy olyan, hogy találtak a játékosok egy rejtekajtót, ami bevezetett egy terembe, ahol nem tudom, ott héderelt a csontváz, azt jól levelték, és itt tudják, hogy a teremnek a kapuja az zárva van, oda nem tudtak bemenni ők se, a rejtekajtót becsukják maguk után, és itt biztonságban pihenhetnek, és amíg a dungeonben, vagy legalábbis a dungeonek ezen a részén vannak, ide vissza tudnak térni egy kicsit megpihenni. Ez alkalomattán egy nagyszerű jutalom lehet, aminek nagyon örülnek a játékosok, meg a karakterek is. Jó, szerintem akkor foglaljuk össze, hogy mi a tuti dungeon receptje. Gábor. És ettől aztán senki el nem merjen térni. A legfontosabb szerintem az, hogy kövessétek a szíveteket. Így is van. Nem, de igazából én úgy gondolom, hogy szerintem fogalmazgattunk itt meg szabályokat. Tényleg... Legyen jó az, csá! Legyen jó az, csá, de úgy talán kéne, a, hogy jó az legyen. Egyet, az összes... mindenféle idézőjelben szabály közül, amit itt felhánytorgattunk, de egy az, amit mindenképpen tartson be, aki akár Dungeon-t, akár mást akar mesélni. Mindenki, aki játszik, a mesélő, a játékosok, üljetek össze az elején, és beszéljétek meg, hogy mit szeretnétek, és utána próbáljatok annak a mentén mesélni és játszani. Mert minden egyebet az nagyon könnyen ki lehet, minden egyéb bajt nagyon könnyű kiküszöbölni. Nyilván nem lesznek tökéletes játékalkalmak, vagy nem lesz minden játékalkalom tökéletes, inkább lesznek nagyon jók, lesznek kevésbé jók, de hogyha folyamatosan kommunikáltok egymással, akkor egyre jobbakat fogtok együtt játszani. Mesélőként pedig az lehet a fontos, hogy... energiát tegyen az ember a dungeonnek a kidolgozásába, de úgy tegye bele azt az energiát, hogy figyelembe veszi a játékosok igényeit. Tudunk-e jó példát az emlékeinkből, jó dungeon koncepciót, vagy jó dungeon elemet, ami különösen emlékezetes volt? Azért hozom föl, mert nekem kettő is eszembe jutott itt az adás közben. És gondoltam, ezt is így megoszthatjuk a végére. Nekem az egyik, az a te általad mesélt egyik kaland, amit a Zoli valaki ugyan nincs itt jelen, de talán majd hallgatja az adást, éltünk át. Ez egy különösen egy olyan szituáció, amit nagyon nehéz jól kimesélni szerintem, és ott minden összejött. A karakterek egy nagyon-nagyon mélyen a föld alól indultak, és menekültek fölfelé egy kürtőben végül is, egy fölfelé vezető, a kürtő oldalán futó csiga lépcsőn, és hát mindenféle problémák, szörnyek, ugye feljutási nehézségek, régi romos volt ez a lépcső, ott oldalt ilyen benyúlások voltak, amikben érdekes, de veszélyes dolgok is akadtak, és közben egy kvázi majdnem legyőzhetetlen ellenfél kergette őket fölfelé. Ez egy nagyon emlékezetes és nagyon jól kialakított kaland volt, én ezt azóta is jó szívvel gondolok vissza rá mindig. Nekem koncepciójába kettő jutott eszembe, amiket szintén én meséltem. Az egyik koncepció, ilyen dungeon jellegű koncepció az volt, hogy egy olyan épületbe, részben föld alatti épületbe kellett behatolnotok, ahol a szobák nem voltak fizikailag egymásból elérhetőek, hanem így a föld alatt
mágiával kialakított üres terek voltak a szobák, és ezek között teleporttal lehetett közlekedni. És minden szobának volt egy kódja, és ahogy haladtatok előre, egyre több kódot szereztetek meg, és egyre több szobába tudtatok ezáltal eljutni a minden szobába jelenlévő teleportkapuból. Nem tudom, erre emlékszel-e? Aha, igen. Az is egy jó kaland volt egyébként. A másik koncepciómba pedig az volt a csavar, így a hagyományos dungeonöket illetően, hogy lerajzoltam a hagyományos dungeont magamnak, és azt találtam ki, mivel ez már egy nagyon epikus kaland rész volt, hogy ez a dungeon ez annyira nagyon epik lett, meg annyira ilyen istenek hozták létre, hogy ez ilyen minden dimenziójában ilyen ezerszerese a föld alatt egy megszokott méretű dungeonnek. Tehát ez egy gigászi, ilyen sok kilométeres szobákat tartalmazó nagy föld alatti tér volt, gyakorlatilag inkább volt egy szigetre hasonlító tér, viszont a hangulatában, elemeiben dungeonös volt. Szerintem erre is emlékszel. Igen. Hát nekem nem hangulati elem, inkább mesélői és játékosi bravúr szempontjából volt nagy élmény az a kaland, ahol egy nagyon profi csapattal játszottam együtt, és hát az volt a szituáció, hogy ugye ők már régebb óta összeszokott team volt, úgyhogy kellett egy külön kaland arra, hogy az én karakteremet felhúzzuk a megfelelő szintre, és hát ez egy ilyen dungeon jellegű koncepció volt. A mesélő nagyon szépen számba vetette az én képességeimet, és ennek megfelelően alakította ki a dungeont, és rögtön az első szörny úgy kiütött engem, hogy nagyjából hát így inben körülbelül olyan 3-4 órán keresztül, outban mondjuk olyan 20 percen keresztül eszméletlenül hevert a karakterem, és egy olyan szintű elengedést kívánt a mesélőtől, illetve együtt működést a karakterek részéről az, hogy ugye a főemberük kiesett, és azt, hogy ezt így ki tudták mesélni, ki tudta mesélni a mesélő, illetve a játékosok, amellett, hogy engem húztak át a következő terembe, meg tudták oldani, ez egy nagy élmény volt, és ehhez tényleg az kellett, hogy mindenki rugalmas legyen és kreatív. Általában a rugalmasság és a kreativitás jó kulcs a jó szerepjátékhoz. És talán ezzel a szép frázissal le is zárhatjuk a mai adásunkat. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, reméljük, hogy tetszett, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!